Számos pletyka látott napvilágot a 2018. szeptember 20-án Gércénél megállásra kényszerített francia rendszám Audival kapcsolatban. A rendőrök által körülvett autóból két embert vittek el bilincsben, majd több órás helyszínelés kezdődött a 84-es számú főúton. Kérdéseinkre az Alamegyei Rendőrfőkapitányság sajtóreferense adott választ, akitől megtudtuk, hogy a két magyar állampolgár, egy fiatalkorú fiú és egy 19 éves fiatalember az Emmi Debreceni Javítóintézet nagykalizsai telephelyéről szökött meg egy nappal korábban. A két gyanúsítottal szemben jármű önkényes elvétele büntette elkövetésének megalapozott gyanúja miatt indult nyomozás. A fiatalokat kihallgatásukat követően fogvatartási helyükre visszavitték a rendőrök.